A hitelek kamatát befolyásoló mutató megváltoztatásáról is szótejtett Muguriszerészkó a jegybank kormányzója a monetáris tanácsülését követő sajtótájékoztatón. A robor nem ördögtől való és objektív tényezők alakítják, hangsúlyozta. Ne várjanak csodákat a lehitelesek attól, hogy megváltoztatták a hitelek kamatát befolyásoló mutatót, és a robor a bankközi három hónapos alapkamat helyett az úgynevezett IRCC-t a bankközi kölcsönök valós kamatlábát használják, mondta el Muguris Rézkói egyban kormányzója Bukarestben. Úgy vélte, a két mutató között nem jelentős a különbség, ráadásul bizonyos esetekben a robor szintje alacsonyabb lehet. Roboró. A robot, mint a hitelkamatokat befolyásoló mutatót egyszerűen ördögtől valónak kiáltották ki. Minden mutatónak addig van értéke, amíg hiteles. Ha rátaposol és ököllel nekiessel, elveszíti a hitelét. Ha az infláció nő, és ez érzékelhető a késleltetés miatt, a robot picivel nagyobb lesz, mint az IRCC, de bebizonyosodott, hogy nem sokkal. Ha az infláció csökken, nagy valószínűséggel a robor lesz kisebb, mint az IRCC. Iszerészkó ugyanakkor hozzátette, hogy az egész vita a kamat nagyságát befolyásoló mutató kapcsán szép lassan okafogyottá fogyottá válik, hisz jelenleg a hitelek több mint felét fix kamatra nyújtják a bankok, és a tendencia az, hogy ez az arány jelentősen nőjön, a fix kamatokra pedig nincs hatással semmilyen külső mutató. A monetáris tanács egyébként nem módosította az alapkamatot, amely továbbra is 2,5 százalék. A bankok kötelező le és valuta sem módosították. A Bénéré becslése szerint idén 3% lesz az infláció, ami illeszkedik az által a kijelölt 1,5-3,5%-os célsávba. Áprilisban 4,11%-ra nőtt az éves inflációs ráta a márciusi 4% után.